Az indonéz köztársaság magyarországi nagykövetségének szervezésében Miss Wening Esthyprobo nagykövet asszony meghívására média küldöttség látogatott Indonéziába 2018. október 22-től november 2-áig. A 12 napos program keretében ellátogattak a Jáva szigetén található Jakartába, Yogyakartába és végül Bali szigetére is. Jakarta, Indonézia főbejárata, egy metropolis, ahol együtt él a modern nyugati építészet és a hagyományos indonéz kultúra. A város gyors fejlődése tükre az egész nemzet gazdasági, politikai, társadalmi és ipari fellendülésének. Az utóbbi években luxushotelekkel, konferenciaközpontokkal, világszínvonalú golfpályákkal, elegáns éttermekkel, izgalmas éjszakai klubokkal és bevásárlóközpontokkal bővült Jakartában az idegenforgalmi szolgáltatások tárháza, kiegészítve a már meglévő történelmi városrészt, a tengerparti szórakozóhelyeket és üdülőkomplexumokat. Október 24-e és 28-a között került megrendezésre Jakartában a 33. Trade Expo, amelyre Miss Wening Esthyprobo nagykövetasszony meghívására az indonéz köztársaság magyarországi nagykövetsége által szervezett program keretében egy magyar média küldöttség is ellátogatott. A régi város háztér körül az UNESCO segítségével több gyarmati korból származó épületet restauráltak. A központjukban áll a Jakarta Múzeum, ami a város egyik legrégebbről megmaradt épületében kapott helyet. 1710-ben épült, először városháza volt, később katonai irányító központ lett, és a II. Világháború végéig itt kapott helyet Nyugat-Jáva önkormányzata. 1974 óta történelmi múzeumként szolgál. Kiállításában megtalálhatók fegyverek, bútorok, régi térképek és más gyarmati kori relikviák.
A Wayang Múzeum ugyanennek a térnek a nyugati oldalán található. Itt látható az indonéziai árnyjátékbábok legszebb kiállítása. Az ország minden területéről, de Dél-Kelet-Ázsia más országaiból származó bábokkal is megismerkedhetünk. A kiállított fából, illetve bőrből készült bábok a legjobb kézműves hagyományait mutatják be a tradicionális színház e különleges formájának. A Monász Nemzeti Emlékmű az elnöki palota előtt áll, és a nagy közönség számára is nyitott. Az emlékmű 137 méter magas, márványlapokból rakott obeliszk, melynek legtetején egy 35 kg arannyal borított lángnyelv látható, mely az indonéz nép szabadság elnyerésére irányuló törekvését szimbolizálja. A látogatókat lift emeli a magasba, ahonnan madártávlatból látszik a város egészen a tengerig. A tér keleti felét a Gambir pályaudvar dominálja. Ezzel szemben helyezkedik el az első Vilmosról elnevezett Emmanuel templom, amelynek bejárata egy Dór templomból származhat. 1839-ben első templomként nyitotta meg kapuit mind evangélikus, mind református hívők előtt is. A tértől északkeleti irányban található a pénzügyminisztérium, aminek építését 1809-ben Herman Dindels kormányzó alatt kezdték meg. A minisztériumtól északra helyezkedik el a legfelsőbb bíróság, ami 1848 óta ülésezik ebben a neoklasszicista épületben. Az Isztiklál mecset 120 ezer hívő befogadására képes. Az épületet egy katolikus építész, Szilabán tervezte, fehér márványból és német acélból épült, és Sukarno elnöksége alatt készült el. Ez a világ második legnagyobb mecsetje az isztambuli kék mecset után. Thank you.
Nyugati irányban fekszik az 1900-ban neogótikus stílusban épült katolikus katedrális, ami indonéz stílusjegyeket is hordoz. A 77 méter magas tornyok tikfából készültek, ugyanis az előző 1833-ban épült katedrális tornyai 1880-ban saját súlyuk alatt összedőltek. A város déli peremén található a hatalmas kiterjedésű Taman Mini Indonesia Indah, amely bemutatja Indonézia kulturális sokszínűségét. Itt Indonézia minden régiójának megtalálható a saját pavilonja, ahol bemutatják az adott régióra jellemző építészetet, öltözködést, táncokat, szokásokat. A Taman Mini centrumában pedig egy tó közepén kicsiben felépítették az indonéz szigetvilágot. Jakartában koncentrálódik az ország politikai és gazdasági elitje, ezért itt az országos átlagot messze meghaladó számban találhatók a luxusfogyasztói piacot uraló bevásárlóközpontok és plázák. Salam, 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 greetings to each and everyone. Salam, 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 anytime you meet a greet anyone, whether it namaste, assalamu alaikum. Know that salam means peace unto you. Oh, salam, salam, salam. Apa kabar kawan, ku ucap rahayu. Marang konco kabe, capa ku sayu. Semoga kedamaian terus menyertaimu. Bersyukur atas kehidupan yang beragam. Dunia tak terbatas oleh hitam dan putih. Melihat keindahan maha besar yang gusti. Matahari bersinar. Sing. Salam, 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 greetings to each and everyone. Salam, 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 anytime you meet a greet anyone, whether it namaste, assalamu alaikum. Know that salam means peace unto you. Oh, salam, salam, salam. Said I'm rising out of the east. I represent for my people. Come from a place where the sun always shines. Tropical breeze and the people smile. My luck can take a flight to a place where the people say, greetings, the Rastamana sing. Salam, 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 greetings to each and everyone. Salam, 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 anytime you meet a greet anyone, whether it namaste, assalamu alaikum.